Ünnepségre gyűltek össze Szombathely déli városrészének lakói vasárnap. Szent Király az államalapító után kapta a nevét, ezért tartja búcsúnapját augusztus 20-án. 1083-ban ezen a napon avatták Szenté István királyt. Tiszteletére, valamint a városrész háborús hőseinek emlékére építették a haranglábat, amelyet utoljára 1990-ben újítottak fel. Képviselő összefogással összeraktunk annyi pénzt, amivel el tudtuk indítani a beruházást, mintegy 3 millió forintra volt szükség ennek a haranglábnak a restaurálásához. Én úgy érzem, hogy nagyon szép munkát végeztek a kivitelezők. Az építmény a Szentkirályi városrész egyik meghatározó szimbóluma. A leromlott állapotú harangláb fémszerkezetének, átnedvesedett falainak, valamint a homlokzatban elhelyezett Mária szobornak a felújítása is megtörtént. Kicseréltük a tetőszerkezeten a cseréffedést, a bádogot lefestettük, a homlokzatot, térburkatot készítettünk, valamint a kápolnát újítottuk fel, hogy teljes körűen újra a régi fényébe pompázzon a harangtorony. Az ünnepség végén előbb a haranglábat, majd az új kenyeret áldotta meg Pete polgár Máté és Bokor Zoltán plébános. Ezt követően a Gyöngyös Hermán szentkirályi polgári kör képviselői koszorúzták meg a régi fényében tündöklő építményt.